Mai kísérletünkben egy rendkívül érdekes energia átalakulás sorozatnak lehetünk a tanúi. Energiainséges világunkban egyre több szó esik az energia hasznosításáról, energiafajták egymásba alakításának lehetőségéről, újrahasznosítható energiákból, megújuló energiákról. Most egy érdekes kísérletet mutatok be, ahol legalább négyféle energiával találkozhatunk. Mielőtt a működéséről beszélnék, talán bemutatnám a kísérletet. Itt van a kezemben ez a gázöngyújtó. Mint tudjuk, ebben gáz van. A gáz kémiai energiája hőenergiává alakulhat. És hogyha ezt a kis különleges berendezésemet elkezdem ebben a hőenergiával itt hátulról melegíteni, akkor hamarosan megfigyelhetjük a következő jelenséget. Úgy néz ki, mintha felízott volna a kezembe ez a hűtőborda, pedig semmi különös nem történt, csak ennek a hűtőbordának, amelyet egyébként processzorok vagy videokártyák processzorainak hűtésére használnak, a hátuljára ráragasztottam egy peltyi elemet, amely szintén a számítógépekben található processzor hűtésre, vagy kisebb autókba hűtőtáskaként beépítve. Megismételve a kísérletet, feltenném a tisztelt hallgatóságnak azt a kérdést, hogy egyrészt miért foghatom ilyen bátran ezt a látszólag felforrósodott alumínium tömböt, másrészt kíváncsi lennék arra, kinek milyen ötlete van azzal kapcsolatban, hogy miért úgy néz ki az itt megjelenő fény, mint ahogy az a filmen is látszik. Tehát miért kelti azt a hatást, mint hogyha itt egy tűz égne a bordák alatt. Ez az olcsó kis elem képes a hőenergiát elektromos energiává alakítani. Az elektromos energia viszont belevezethető egy ilyen fénykibocsátó diódába. Erről már többször volt szó, és ez a LED fényenergiát bocsát ki az elektromos energia hatására, amikor már kellene sikerült felmelegítenünk a peltyélem hátulját. Ekkor a peltyélemnek az a fele, amelyiket melegítek, az forró. A processzor hűtő pedig pont olyanra lett tervezve, hogy a másik oldalát képes alacsonyabb hőmérsékleten tartani, és az a hőmérséklet különbség képes elektronokat áthajtani az áramkörön. Tehát akkor itt láthattunk kémiai energiából hőenergia, hőenergiából elektromos energia, elektromos energiából fényenergia, és ha ezt még ebből a fényenergiával például megvilágítanánk egy napelemet, akkor abból újra elektromos energia lenne kinyerhető.